Március 23-a a Magyar-Lengyel Barátság napja. 2007 óta ünnepeljük évről évre a két nép kötődését, történelmi összefonódását. Székesfehérvár és Fejér megye az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez. Opole testvérvárossal és Opole vajdasággal közösen évről évre ünneplik a két nép szoros kötődését, történelmi összefonódását. A Jávorotó téren a Katyin keresztnél koszorúzással emlékeztek a jelenlévők a katyini vérengzés áldozataira. Közös koszorút helyezett el az emlékműnél Cserpalkovics András polgármester, Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke és Kovács Zsoltné önkormányzati képviselő. Továbbá virágot helyeztek el a lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselői és a Székesfehérváron szolgálatot teljesítő NATO erők lengyel katonái. Szombaton délelőtt koszorúzással és gyászmisével emlékeztek meg a 12 székesfehérvári polgári áldozatról, akiket 1945. március 22-én a II. Ukrán Front katonái gyilkoltak meg a Rácz utcában. Ekkor ugyanis katonák jelentek meg az utcában, az egyik házban előbb bort követeltek, majd rátámadtak a házban tartózkodó fiatal nőre. A család férfi tagjai a megtámadott védelmére siettek, és két szovjet katonát halálosan megsebesítettek. A harmadik elmenekült, jelentést tett, és a bosszú sajnos nem maradt el. A pincékben bujkáló polgári lakosokat az utcára terelték, és géppisztolysorozattal agyonlőtték. Miközben mi itt mosolyogva szabadon élhetünk, és esetleg persze vannak problémáink, de ezek a problémák nem összehasonlíthatók egy háborús helyzettel, szituációval és az ott bekövetkező tragédiákkal. Különösen azért sem szabad elfelejteni ezt, hiszen sajnos most is van, és Európán belül is van, nem is olyan messze tőlünk háború. Ilyenkor talán még inkább felértékelődik maga a béke gondolata. Gyurica Béla vezérezredesre emlékeztek családja, hozzátartozói, valamint pályatársai jelenlétében a Béla úti temetőben, aki 25 éve hunyt el és március 23-án töltötte volna be életének 85. évét. Gyurica Béla rengeteget tett a hadsereg és a civil társadalom kapcsolatának kiépítése és erősítése érdekében. Katonai pályáját 1959-ben kezdte meg sorkatonai szolgálat keretében, majd 1962-ben avatták fel hivatásos katonává. 1975-ben került Székesfehérvárra, ahol először törzstisztként szolgált, majd egy két éves moszkvai kitérő után, ahol a vezérkari akadémián tanult, 1978-ban Székesfehérváron a hadsereg felderítő főnökévé nevezték ki. 1990-ben altábornaggyá léptették elő, és ezután 1991-ben az átalakított Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak parancsnoka lett. 1994-ben nyugdíjazták, és ebben az évben politikai karrierbe kezdett. Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának alelnökévé választották, valamint a Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Előkészítő Bizottságban is dolgozott. Az 1998-as országgyűlési választáson a Székesfehérvár központú Fejér megye 2. számú választókerületben indult, amit meg is nyert, így egyéni mandátumot szerzett. 1998-ban a miniszterelnöki hivatal védelmi és nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó politikai államtitkárává nevezték ki. A pozíciót súlyos betegség következtében bekövetkezett haláláig töltötte be. A Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak nevében sírjánál koszorút helyeztek el a megemlékezés résztvevői. Ismét városrészi egészségnapot szerveztek, ezúttal a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. Az egészségfejlesztési iroda ismét teljes palettát felvonultató szűrővizsgálatokkal készült az alkalomra, azaz kardiológiai vizsgálattal, EKG-vel, állapotfelméréssel, bokakarindex meghatározással, csontsűrűségméréssel, testösszetételméréssel, memóriatesztel, valamint dietetikai tanácsadással várták a székesfehérváriakat. A programon mintegy 110 ember vett részt. Keresztúri László a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy az egészségünk védelme a legfontosabb, és az esetleges megbetegedéseket csak az ehhez hasonló tematikus szűrővizsgálatokkal lehet megelőzni. Ide a panasz és tünetmenteseket várjuk. Azért sokféle vizsgálatunk van, mindegyikből kiderülhet egy-egy olyan eltérés, vagy egy kezdődő elváltozás, amiről azt lehet mondani, hogy akkor most tudunk érte tenni, vagy ellene tenni életmódváltással, több mozgással, egy diétás tanácsadást, ha valaki végighallgat, akkor el tudja dönteni, hogy mit tud változtatni a táplálkozásán, az egész életmódján, hiszen a maga az életmód az több mint 40%-ban befolyásolja az egészségünket.
Szombaton ismét megtelt élettel a kézművesek háza. A húsvét időszak előtt a Fehérvári Kézművesek Egyesülete idén is megszervezte hagyományos tojásfestő maratonját. Az odalátogató kicsik és nagyok népi és modern dekorációs technikákkal ismerkedhettek meg, mint például a berzselés, írókázás vagy a patchwork díszítés. De a tojásfestés mellett lehetett készíteni különböző húsvéthoz kapcsolódó díszeket is. Többek között gyöngyállatkákat, prüsnyuszi fejeket, valamint megismerkedhettek a kovácsolás művészetével is. Szenci Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke elmondta, fontos, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a népi hagyományokkal. A tojásnak egy ilyen varázserőt tulajdonítottak régen, és ha varázserőt tulajdonítunk, akkor azt a tárgyat ki is díszítjük, ugye mindenféle motívum rákerül a tojásra, aminek jelentése volt. Tehát, hogy ha egy lány adta olyan fiúnak, aki neki tetszett, akkor mást mintát, más motívumot tett rá, meg akkor is más, ha csak úgy a közönségnek szánta. Tehát ezekről nem mindegyikről tudjuk ma már ezeknek a jelképeknek a jelentését. Idén negyedik alkalommal adott otthon Székesfehérvár is az Országos Középiskolás Probléma Megoldó Verseny regionális fordulójának. A történelmi témájú verseny során a diákok egy adott döntési helyzetet dolgoztak fel, majd ezt zsűri előtt prezentálták. A verseny jó alkalom arra, hogy az érettségi előtt a fiatalok bővítsék történelmi tudásukat, de emellett a felsőoktatásban is hasznát veszik majd az itt szerzett tapasztalatoknak. Egy esetet kaptak a versenyzők a Vasvári békéhez kapcsolódóan, és ezzel az volt az elsődleges célunk, hogy az esetoldás módszereire, illetve eszközeire felkészítsük őket és megtanítsuk azokat. Ennek ugye elsősorban az a jelentősége, hogy egyetemen rengeteg olyan verseny van, ami az esetoldással kapcsolatos, és azt gondolom, hogy ez rendkívül előnyös, hogyha már középiskolás korban, 16-18 éves korban megismerkedik az ember ezzel a területtel.